sok nő még mindig tanácstalan, amikor a fogamzásgátlásról esik szó, melynek kapcsán rengeteg a tévhit. Doktor úr, milyen lényegi információkkal kell rendelkeznünk ahhoz, hogy megtalálhassuk a hozzánk illő fogamzásgátlási módszert? Nagyon sok tényező határozza meg, hogy egy adott nőnek mi lesz az optimális megoldás. Elsősorban nyilván az életkort kell említeni, aztán olyan szándékokat is, hogy mondjuk kisbabát a közeljövőbe tervez, vagy inkább néhány év múlva tervez, illetve azt is meg kell néznünk, hogy esetleg bármiféle betegsége van-e annak az adott hölgynek, esetleg szede bármiféle más gyógyszert. Tehát igazából egy jó fogamzásgátló módszernek a kiválasztása az természetesen az adott hölgy igényeitől és kéréseitől függ, de egy jó nőgyógyász kérdése az, hogy ki tudja neki választani, ami adott nőnek a legjobb megoldás lesz. Milyen fogamzásgátlási módszerek közül választhatunk? A fogamzásgátló módszerek közül alapesetben ugye meg kell különböztetnünk azokat, amelyek a ivarsejtek találkozását gátolják meg, tehát ez egyszerűen az óvszer, illetve például a méhen belül felhelyezhető eszközök. És amit viszont a legtöbb nő vagy a legelterjedtebben használnak Európában, azok a valamilyen hormonális fogamzásgátlást jelentik, amik ugye lehetnek tabletták, illetve például a hüvelygyűrűk, illetve vannak injekciók is, de ezek Magyarországon nem nagyon elterjedtek. Hogyan hatnak a hormonok a szervezetünkre? Mert manapság egy kicsit, mintha divat lenne tartani a hormonoktól. A hormonok az egész szervezetünket szabályozzák, a mindenféle működésünket szabályozzák. Tehát ez való igaz, amit mondott, hogy tulajdonképpen itt benne van a levegőben, hogy a hormonoktól félünk, de a hormonoknak borzasztó sok és nagyon jó hatásai is vannak. A hormonok nélkül lennénk mi nagyon nagy bajban. Az természetesen igaz, hogy bármilyenféle indokolatlan hormonhasználatnak lehetnek veszélyei, de ez a nőgyógyászati fogamzásgátlásra, vagy például a változókor körüli hormonpótlásra egyáltalán nem igaz. Miben más ma a fogamzásgátlás, mint akár 10-20 évvel ezelőtt volt? Hát a mai fogamzásgátló készítmények két nagy dologban különböznek mondjuk a hőskortól. Egyrészt a dózisok jelentősen csökkentek, tehát körülbelül fele annyi hormont tartalmaznak, mint mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt, és a másik a hatóanyagok, amik a mai modern készítményekben vannak, ezek már nagyon kifinomult, nagyon kevés mellékhatással járó, ugyanakkor több előnyös hatással járó gyógyszert jelentenek. Hogyan szabható személyre a fogamzásgátlás? Ez egy nagyon fontos kérdés. Minden egyes nőnek meg kell találnunk az ő személyére szabott legmegfelelőbb fogamzásgátló módszert. Ez sok mindenen múlik. Nyilván a testalkaton, testsúlyon, az ő ciklusán, az esetleges egyéb betegségein, illetve a kívánalmain is. Ezt egy jó nőgyógyász, ha jó együttműködésbe tud kerülni a páciensével, akkor viszonylag könnyen tökéletesen ki tudja választani. Melyek azok a tényezők, amelyek kizárják annak lehetőségét, hogy tablettát szedjünk? A kezelő orvosnak tisztáznia kell, hogy esetleg nem állnak-e fenn olyan betegségek, amik nem teszik lehetővé a tablettaszedést, illetve hát ezen felül, ami nagyon fontos még, a trombózis hajlamnak a szűrése, tehát azt tisztáznunk kell, hogy valakinek fokozott trombózis hajlama ne legyen, illetve még egy érdekes dolog, a dohányzás mellett nem nagyon szeretjük adni a szájon átszedhető fogamzásgátló tablettákat, különösen igaz mondjuk 35-36 éves kor fölött. Rengeteg téveszme kering a köztudatban a fogamzásgátlókkal kapcsolatban. Például az egyik az, hogy okozhatnak hízást. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Tényleg nagyon sok minden kering erről a nők között, illetve többek között a neten is, de erre tényleg megnyugtató választ adhatunk. A mai tabletták ezzel a kis hormontartalommal és ezekkel a modern hormonokkal, amiket tartalmaznak, elenyésző mértékben okoznak súlygyarapodást, 1-2 kilóról lehet szó, az is egy kis víz visszatartás maximum. Hány terhesség megszakítást végeznek Európában és hazánkban? Mik az arányok? A terhesség megszakítások számát minden országban a szülések számához érdemes viszonyítani, és jelenleg Magyarországon ugye körülbelül évente van 90 ezer szülésünk, és egy 20-25 ezer körüli terhesség megszakításunk. Ez egy rendkívül jó arány ahhoz képest, ami Magyarországon 20-30 évvel ezelőtt volt. Nagyon-nagyon tudtuk csökkenteni a terhesség megszakítások számát, de azért, hogyha Nyugat-Európához vagy Skandináviához viszonyítjuk magunkat, akkor még van ezen mit dolgoznunk. Rovatunkat támogatta a Richter Gedeon.